szervesen kapcsolódnak a járáshivatalok a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hozta őket létre, éppen ezért a kezdetektől fogva óriási a munka, a feladat, amelyet mi a polgármesterekkel együtt közösen elvégeztünk. Hogy mi az értelme az átalakításnak? Nyilvánvaló, nem csak lárpurlár az átalakításért csináltuk ezt az átalakítást, hanem azért, mert azt hiszük, hogy ennek eredményeképpen egy mindenféleképpen jobb, ügyfélbarátabb és egy emberibb és költséghatékonyabb közigazgatás jön létre. Biztosan tudom mondani, hogy az okmányirodák helyét fölváltó kormányablakok, amelyek reggel 8-tól este 8-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére, sőt, Budapesten lesz egy olyan kormányablak a 6. kerületben, amely nap 24 órájában a polgárok rendelkezésére áll, az lehetőséget ad, hogy az ügyeinket bármikor rendezzük. De ha figyelembe vesszük azt, hogy egy nagyon komoly előképzés után lehet majd a kormányablakokban dolgozni, akkor nyugodtan mondhatom, hogy a szakmai munka is magasabb színvonalú lesz, mint az korábban volt. És ha figyelembe vesszük azt is, hogy jelenleg a okmányirodákban 50-60 ügy intézhető, és 2013 végétől egy 2500 ügy lesz majd intézhető egy kormányablakban, ahol egyetlen egy ablakban be lehet adni többfajta ügyet, és elintéznek, és az ember hát végérvényes megoldást kap a gondjára, problémájára, az azt jelzi, hogy ez mindenféleképpen az ügyfél számára is egyfajta emberbarátibb lesz. És egy ilyen hatalmas rendszert a nemzetközi tapasztalatok alapján költséghatékonyabban is lehet szervezni. Ez a szándékunk.